Történt egyszer, hogy egy daljas legény érkezett a faluba. Szegény legényektől, pösze lányoktól, pletykás asszonyoktól, csodás állatoktól volt hangos a Gárdonyi Géza művelődési ház szerdán. A Fejér vármegyei operenciás mesemondó versenyt idén immár 22. alkalommal rendezték meg a fiatalok legnagyobb örömére. Az intézmény vezetője híradónknak azt mondta, a megmérettetés évről évre egyre népszerűbb a diákok körében, ezt a jelentkezők száma is mutatja. Az idei évben 83 gyerek jelentkezett, 1 és 8 osztály korcsoport között. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos célja van, hiszen az, hogy a gyerekek kiálljanak idegenek elé és megszólaljanak, az is egy nagyon-nagyon jó tapasztalat, de mindemellett szókincset fejleszt, memóriát fejleszt, és nagyon-nagyon sok mindent a mesemondás. Nagyon szoktak izgulni a gyerekek, és szerintem még jobban a szülők és a felkészítő pedagógusok. A Kodály Zoltán általános iskolából is szép számmal érkeztek diákok a versenyre. Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a fiatalok szeressék a meséket. A mese minden formájában szép, ha szépen lehet elmondani, és hogy érdekes legyen. Hazament a szegény ember a falujába, elúságolt a komájának, mit végzett. A diákok előadását idén is neves szakmai zsűri hallgatta meg. A Szabad Színház vezetője azt mondja, manapság az élőszavas mesemondás reneszánszát éri. Nagy Judit elárulta, milyen fontos szempontoknak kell megfelelni ahhoz, hogy valaki elvarázsolja a hallgatóságot. Az előadó művészeti szempontoknak elsősorban, hogy a megjelenés, a szemkontaktus, az élő mesemondásnak a sajátosságai, mennyire sikerült magáivá tenni a mesét, milyen a meseválasztás, amit éppen előad, és természetesen a párbeszédeket hogy jeleníti meg, mennyire plasztikus, mennyire elképzelhető az, ahogy mesél valaki. A hétfői, keddi és szerdai elődöntőkből összesen 23 kis mesemondó jutott tovább a pénteki döntőbe. A végső megmérettetésen az első három helyezetteket már korcsoportok szerint díjazzák. Itt a vége, Kussán Béla.